Jó reggelt, sziasztok! 6 óra van. Annyira nem szeretek ilyenkor elkelni, de ma mégis boldogan fog felkelni. Folytatódik a videó blogom. Megyünk az RTL reggelibe. Elkészült a videóklippem az Üljünk a Stégen című darra. Ma van a tévés premier az RTL-ben. Blik online-on lesz az internetes premier, és aztán YouTube-on is. Itt szoktam aludni. Baldahin alatt rengeteg szúnyog van a rómain. Hajnalodik. Kibrom az ágyból. És indul a nap. Ma nagyon rossz mondod lesz. Ma este két nagy zenekaros koncert van. Úgyhogy ami jó az egészben, hogy megismerkedhettek a zenekarom. Az öltözködés kérdés most nagyon gyorsan meg fogom oldani. Felveszem ugyanazt a ruhát, amiben voltam. És elviszem a gördeszkámat is. Ez egy langoldos videó. Így kell. 5 perc alatt elkészül. Amikor akkor kezd fel, amikor jön a tap. Megérkeztünk a stúdióba. Itt forog minden, ilyet már nyilván láttatok sokszor. Ott van Rozina, meg Feller Anna. Rozina régen a főnököm volt. Nagyon jól sikerült a televíziós premier. Ilyenkor mindig félő egy kicsit, hogy a magánéletemről akarnak kérdezősködni olyanokról, amikről nem szeretnék beszélni. Viszont most tényleg csak a zenémről egy komplett képet tudtam adni erről a klipről. Nézzétek meg a klipet! Addig én főzök egy kicsit. Ó, te ilyeneket eszel? Van bajod? Imádok egészségesen táplálkozni, csak olyan alapanyagokat és élelmiszereket használok, ami tényleg bio és tényleg jó a testemnek, mert hát ez az egy testem van ebben az életemben, muszáj jó lenni hozzá, és minek egyek szart? Ez egy bio vega ketogén paleolit étel. Kettőkor már itt a zenekar, jön a busz, és indulunk Veszprémbe. Varga Viktor számára az energiát a spenótos gombás cukkini biztosítja. Ez a legrosszabb része a koncertezésnek, hogy egyelőre mindent nekünk kell csinálni, a pakolást is, nincsenek roadjaink, viszont ezen a nyáron 13 nagy koncertet tudtunk eladni, amit a teljes zenekarommal játszunk le. Ezt mire megtanulja valaki más összeszerelni, itt minden hangszer, amit láttok, össze van kötve egymással. Ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, csak ha elmagyarázom jó pár ezerszer neki, hogy mit, miért és hogyan kell összekötni. Ez pedig a legújabb ötletem, énekeffekt. Rá szokták rakni vagy a zongorára, vagy a DJ-pultra, viszont tudjak vele közlekedni, és ezért így lóg rajtam, mint egy gitár, vagy inkább kalauznak a toboza. Éneklés közben tudom itt állítgatni, hogy milyen hangzása legyen, hogy például egy régi rádióból szóljak hozzátok, megafonból, de leginkább a visszhangosítása miatt szoktam aztán... Itt vagyunk, Bindibá, megjöttünk! Norbi kicsit leszopatta magát. Direkt átálltunk, hogy ne kelljen neki cipekedni, erre átviszi a kerten kereszt. Zongoráját, az állványzatot, mindent. Ő minden Norbi. És csók. Ő meg Sisi, ő a dobosunk. Ne buziskodj! Elnézést kérek, szép jó napot! A turné menedzser. Elindultunk végre, ilyenkor mit kell csinálni? Enni! Okay. Mit teszünk?
spenóta. Hé, várj, kiszólódik, segíts. Oké. Ne, az már mindegy. Mi? Az. Emtálom. Spenó. Én vagyok az antipopé. Nekem nem bicepsre jön az anyag, amikor spenótot eszek, hanem vádlira. Never gonna see you, never gonna see you, never gonna let you back, hurt you, never gonna, never gonna. Kis Pál Balázs. Csellista a gyerek, ha játszik. Láttatok már ennél idegesítőbb dolgot, amikor enni akarsz egy csokit, és az van ráírva, hogy vagy kispályás vagy, vagy öngol. Nincsen másfajta, nincs olyan, hogy Snickers, csak lúzer lehetsz. Fél óra kávé. 80 percet. Attól. Hagyj már! Makói vagy? Attól jár. Nézzétek meg a kemény. Hello! Hello! Stíl reklámszerűen? Anett éppen kontrollálja, hogy mit mondhatnak el rólam, és mit nem. Az mondjuk 2011-ben. Ugye? 2011. Azt lehet, hogy azt nem mond el rólam, amit most leírtál. Ja, az volt. Nem, hanem valamit. Egy igazi zenét bármivel tud játszani. Gyermekeim, utolsó pillanatokban vagyunk most már. Nori, mit érzel így a koncertek előtt, amikor Varga Viktor fellépésed? Izgatott vagyok. Végig fogod improvizálni. Hát gyakorlatilag igen. Sehol sem. Mennyit próbáltunk? Hát zéro. Balázs, mit érzel most? Boldog vagyok. Na! Balázstól ez egyébként hatalmas nagy szó. Mit érzek? Igen, mondj nekik. Otthon felejtettem a koncert előtti kakaómat. Nyenyet? Hello. Hello. Én? Ördögbúza bugyimba. Hoppá. Ó, kleine fasz. Anett, felkészültünk? Én teljesen. Mármint mi? Volt a videóklip premiére, úgyhogy akit érdekel ez a szám, most már meg tudjátok nézni a YouTube-on is. Üljünk a stégen! Elviszlek drágám, nem a múlt idő hátán. A szülőktől távol, el leszünk bárhol. Jó, várjál! Még nem veszíthetek! Még nem! Még élni akarok! Átfirrasztott éjszakák! Száz el nem mondott szó! Egy süllyedő hajó! Egy jó asszony mindent megbocsát! Mindig megbocsán nekem, most is megbocsán nekem. Következő. Megjövődöd a fűszorról. A hetes track, az a kedvenc. Az nekem is. Melyik az? Óreszek majd én, és visszatérek hozzád újra. Nézd le rám, segíts nekem. Engedd, hogy éljek, adj időt. Időt nekem!
bánatomat dalban mondom el. Próbáltam! Vajon a sofőrünk mit érez ilyenkor? Szerintem most már... Halálom vagyok. Nagyon várj. Nagyon várj. Próbáltam kérdeni! Szerintetek? Nem, Kispál Balázs, a gitárosunk, Kispál.